látványos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, a bácsi a Szokolébresztőből, és itt vagyunk, ahogy megígértem, mindjárt gondolom, hogy vagyunk itt többes számban. Tehát úgy vagyunk itt többes számban, hogy fizikailag egyedül vagyok a stúdióban, viszont Werner Norbi barátunk sincs itt a Skype vonalban, pedig megígértem, hogy vele fogjuk kivesézni azt, hogy mi lesz 2022-ben az űrtevékenységben, de aggodalomra semmi ok, mert persze Norbert barátunk ugye nyakig el van merülve a mindenféle megbeszélésekbe ott Brnóban, ahol ő lakik, Brno, vagy Brünn, vagy Berény, ahogy ezt Pál Andris néha meg szokta fogalmazni, ékes ős magyarsággal. Szóval, hogy ő ottan tevékenykedik, de szerencsénkre azért tegnap lehetőségünk nyílt, hogy felvegyük előre azt a vele történt beszélgetést, amit most be fogok játszani. Tehát most el fogok indítani egy jó kis 40 perces Skype minőségű, laptopról történt Skype minőségű beszélgetést, amit Werner Norbival tegnap lefolytattunk arról, hogy mi várható ebben az igencsak mozgalmas évben az űrtevékenységben. Ezt jól meg fogjuk hallgatni, és addigra körülbelül pont el is jutunk a 45 perces időjelig, amikor is visszajövök itt élőben, mert én itt vagyok a stúdióban, és bekapcsolom a telefonvonalakat is. De addig ugye úgy sem lehet betelefonálni, hiszen felvételről fogom lejátszani ezt a beszélgetést, amit tehát Werner Norbival vettünk fel arról, hogy 2022-ben mi várható. Hallgassátok szeretettel! Állandó szakértőnket, Werner Norbit, akivel idén először beszélgetünk, de tényleg először beszélgetünk idén, tehát még adáson kívül sem sikerült. Boldog új évet! Egy boldog új évet, igen, persze. Most a kedves hallgatóknak én már kívántam boldog új évet a két héttel ezelőtti adáson, és akkor ugye megígértem, hogy az lesz, hogy Werner Norbival kivesézzük azt, hogy mi várható 2022-ben. Ugye erősen indult az év, mert hogy még az előző év végén fölkerült a James Webb űrtávcső, amiről már rengeteget beszéltünk, mert Detre őrs is itt volt a műsorban, és még nyilván fogunk is róla sokat beszélni. Úgyhogy James Webbről ne essen most több szó. Viszont, ugye gondolom, hogy az az űrküldetés, amit a legnagyobb figyelemmel követsz idén, az már elkezdődött, bár ez valószínűleg nem a space.com meg ilyenek nem listázzák a 2022 legfontosabb űrküldetései között, de nektek biztos, hogy a legfontosabb a Vzlusat 2 műhold. Mesélj, Norbi, hogy volt ez, most jól hallom, hogy pályára állt ez a dolog, és hogy mi történik vele. Meg hogy egyáltalán mi az, azon hallgatók, akik esetleg nem járatosak annyira, hogy mik a mi kedvenc műholdjaink. Léci, foglald össze röviden, hogy mi ez a műhold, ami már fölment idén, és mi közöd van hozzá, és hogy mi van vele. Hát a Vezetelusat 2, egy 3U CubeSat, ami a Transporter 3 misszión indult földkörüli pályára múlt héten, és ez egy 3U CubeSat, egy cseh műhold, egy technológiai demonstrátor műhold. Ennek a fő missziója a föld fényképezése, és kipróbálni mindenféle technológiákat, ami a műhold attitude forgatását, irányítását, ezt fogják főleg próbálni. És ezen a műholdon van gamma felvillanás, két darab gamma felvillanás detektorunk is, amit a Konkoliban fejlesztett Pál András csapata, és ezzel a két detektorral rövid és hosszú gamma felvillanásokat akarunk detegálni, úgy, mint a GRB alfával, csak hogy itt most két ilyen detektorunk van, úgyhogy még több gamma felvillanást fogunk tudni ezzel a műholddal detektálni. Tehát ez ugyanolyan, mint a kedvenc műholdunk, a GRB alfa, ami a detektorokat illeti, tehát a detektorok teljesen ugyanolyanok, amiket tulajdonképpen mondhatjuk, hogy teljesen ugyanolyanok, igen. Aha.
Na, hát ez fantasztikus. Na, és ez a Vözölúszat 2, ahogy már mondtam, ez már pályára állt, viszont még nem önálló a Föld körüli pályán, még benne van a T-Orbit Ion nevű, mondhatjuk, űrkamionjában, és ez a űrkamion, űrteherautó, minek nevezhetjük űrteherűrhajó, igen, teherűrhajónak, amely a CubeSatokat kicsit különböző pályákra teszi ki. És a Vezetelúszat 2-t most szerdán, január 26-án világidő szerint reggel 7 óra 4 perc 59 másodperckor fogja kibocsátani. És akkor, és addig ugye nem is, nincs is vele kapcsolat, ugye? Tehát addig ő nem is tud, tehát mondjuk a cseh földi irányítókkal kommunikálni. Nem, és pont szerdán reggel valahol az indiai óceán déli része fölött Afrikától nem messze, ott lesz kibocsátva, átrepül Antarktiszon, átrepül a Hawaii-szigetek fölött, Alaszka fölött, és aztán északról átrepül Európa, Törökország fölött, és ez lesz az első lehetőség jeleket venni a Vezetelúszat 2-ről. És tudom, hogy Pál András nagyon készül, hogy a piszkéstető az elsők között fogjon jelet a Vezetelúszat 2-ről. Na, hát ez nagyon jó, akkor majd őt is kikérdezzük ez ügyben szerdán, vagyis én megkérdezem szerdán, aztán persze a hallgatók minden csak két hetes késéssel tudnak meg, tehát a következő szokolébresztőben viszont akkor majd be tudunk számolni, hogy ment fel ez a műhold. Ugye, ha jól emlékszem, ez volt az az eszköz, aminél néhány hónappal ezelőtt ilyen bonyodalmakról számoltál be, hogy eredetileg már elindult volna valamikor nyáron Vandenbergről. Hát ez a transporter egyen kellett volna eredetileg mennie. És akkor kiderült, hogy egy orosz bekötéssel rendelkező cég volt, ami nem kapta meg a repülési engedélyt, igaz? Ez volt. Igen, és aztán orosz tulajdonos akkor megígérte, hogy megváltoztatja a cégnek a tulajdonosi struktúráját, viszont az FAA fél évvel később se engedte meg, hogy ez a cég induljon, és aztán sikerült a Spaceflight Sherpa moduljába szerezni helyet a Vezetelúszatnak, úgyhogy ezzel az eredeti céggel megszűnt a szerződés, egy új szerződés lett kötve, de aztán jött a következő bonyodalom decemberben, mert kiderült, hogy a Spaceflight Inc. Sherpa moduljának üzemanyag szivárgása van. Úgyhogy a SpaceX nem engedte meg, hogy a Sherpa felkerüljön a Falcon 9 rakétára, úgyhogy már úgy nézett ki, hogy most se indulunk, viszont az utolsó pillanatban sikerült elintézni azt, hogy a Sherpáról a műhold átkerüljön a D-Orbit Ion teherűrhajójára. Ez mind karácsony előtt történt, és 24 óra alatt sikerült ezt elintézni, és ez a Vezetelú meg a Spacemanic cégeknek nagy erőfeszítésébe került, és a Sherpáról ez az egyetlen műhold, amely indul a Transporter 3-on. Tehát ez semmi más csapatnak nem sikerült, csak a Vezetelúnak. Mi Rakétafüst kollégával néztük élőben a Transporter 3 startot, de és nem tudtuk egyébként, tehát akkor nem tudtuk, hogy ezen utazik a műhold. És egyébként én erről az egész kis csavarról lemaradtam, erről a karácsony előtti valamiről, de az egészen elképesztő, hogy ezt így egy napon belül sikerült elintézni. Ez fantasztikus. Már amikor elkezdted a sztorit, úgy hangzott, hogy hát ezt nem is értem, hogy ebből hogy nem lett még egy fél éves halasztás, de akkor ezek igen. szerint ilyen is van. Jó, hát igen, ha már halasztásokról van szó, akkor természetesen a 2022-es év is visszakanyarodva arra, hogy mi minden tartogat ez az idei év. Hát azért nagyon sok program van, amire már rettenetesen régóta várunk, hogy más nem mondjuk az SLS ott van, amiről ugye már egyszer beszéltünk veled egy külön adásban, ami elvileg igen. most már tényleg elindul idén, de azt mondtad, hogy úgy gyűjtötted össze az adatokat, amikor készültél a mai adásra, hogy tematikusan, és ez nagyon jó koncepció, mert tényleg az, hogy rengeteg nagy, meg kisebb, meg közepesebb rakéta is idén indul el az első kísérleti útjára,
Úgyhogy nézzük meg, hogy mi minden várható, és milyen sorrendben. Bár a sorrend az annyira nem annyira lényeges, mert látjuk, hogy mennek ezek a dolgok, tehát halasztanak mindent össze-vissza. De azért valamilyen módon föl kell építenünk, tehát akkor a rakéták területén mi várható 2022-ben? Hát rengeteg kis rakéta, ilyen CubeSatokat, meg mikroszateliteket hordozó rakéta készül rengeteg sok cégtől. Ezt nem vagyok képes követni, úgyhogy szerintem gyerünk a nagyobb rakétához. Menjünk a nagyok felől, igen. Úgyhogy, és kezdjük Európával. Európai űrügynökség két új rakétát készül indítani ez éven. Áprilisban indul a Vega C rakéta. Ez a Vega rakétának egy újabb típusa. A Vega főleg egy ilyen olasz fejlesztésű kisebb rakéta. Év vége előtt pedig még el kéne indulni az Ariane 6-osnak. Ugye azt fogja leváltani az Ariane 5-öst, ami már nagyon megy ki a divatból, igaz? És például az Ariane 5 vitte föl a James Webb űrtávcsövet, és Detrevers ugye elmesélte, hogy bizony volt olyan félelem is, hogy ha tovább csúszik a James Webb, akkor már egyszerűen az Ariane 5-öt kivonják a forgalomból, és akkor újabb, hosszabb csúszás figyelhet be, hogyha az Ariane 6-ra át kell tervezni mindent, és újra tesztelni, meg validálni, meg mindent. Tehát ilyen horror forgatókönyvek is voltak. Tehát ezek szerint jól gondolom, hogy az Ariane 6 az teljesen le fogja váltani az Ariane 5-öt, tehát Ariane 5-ök már nem is lesznek. Igen, igen, az Ariane 5 utolsó repülése a JUICE misszió lesz a Jupiterhez. Uh-huh. Ami szintén idén indul. Nem, jövőre. Ja, jövőre. Aha, jó. Igen. Úgyhogy igen, az Ariane 5 teljesen le lesz váltva az Ariane 6-ossal. És az Ariane 6 az mit tud az Ariane 5-höz képest? Az erősebb, vagy nagyobb? Főleg szerintem az ESA abban bízik, hogy olcsóbb lesz, és így valamennyire még fog tudni versenyképes maradni a piacon. Aha. Viszont én így cinikusan azt gondolom, hogy az Ariane 6 akkor, amikor indul, már akkor egy kiöregedett rakétatípus. Uh-huh. Úgyhogy ha megnézzük a Falcon 9-et, az újrahasználhatóságot, és hogy az milyen áron tud, milyen terhet, uh-huh. milyen pályákra, milyen pontosan állítani, az Ariane 6 nem lesz versenyképes. De ezt csak azért mondod, mert most vitte föl a Falcon 9 műholdatokat, és igazából biztos aláírtál egy papírt, hogy reklámoznod kell a SpaceX szolgáltatásait. Na jó, nem, csak hülyeskedek nyilván. Tehát ezek szerint az Ariane 6-ból semmilyen újrahasznosítható elem nem lesz. Nem, tehát nem ez lesz. Klasszikus, eldobható rakéta. Igen. Jó. Hát akkor ez ilyen értelemben inkább az orosz Angarának lehet valamiféle európai megfelelője, ami szintén vagy, ilyen... Vagy ugyanúgy a japán H3-nak, tehát Japán is egy rakétát fog indítani ez éven. Ott volt a H2 rocket, a H2, ez volt a japán fő hordozó rakétája, és ez éven fog indulni a H3, amely egy új teherűrhajót fog indítani a nemzetközi űrállomáshoz, és ez a japán teherűrhajó jobb lesz, mint az előző japán teherűrhajó volt, egy tonnával több terhet fog tudni az űrállomáshoz szállítani. A japánokon kívül, meg az orosz progresszeken kívül igazából jár még teherűrhajó az ISS-re? Mert ugye mondtam volna, hogy az ott amerikai van a Dragon. Igen, és a Dragon. Igen, meg a Cygnus, ugye? Ezek. Cygnus, igen. De egyébként az, igazából pont a Dragonon gondolkoztam, hogy a Dragon 2-nek is léteznek ugye ilyen olyan változatai, ugye, ami nem szállít embert, hanem csak rakományt, igen. Igaz? Tehát, hogy ez van. Igen. Igen. Jó, az jó. Viszont az európaiak hiányoznak ebből a palettából. Ugye az európaiaknak is volt egy teherűrhajójuk, az ATV, Automated Transfer Vehicle nevű szállítójármű, ami egy szép, nagy, jó, nagy. Igen. Talán az volt a legnagyobb, azt is az Ariane 5 vitte föl, ilyen nagy szállítójármű. És ennek a service moduljából fejlesztették ki az Orion űrhajó. Nagyon szép átkötés. Mert nem ugye, akarok még átkötni. De még nem akarsz.
Jó, 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 de hát az is azért a nagy rakéták vonalába illeszkedik, azért lássuk be. Igen. Na, jól van, akkor nézzük tovább. A következő nagy rakéta, ami ez éven kellene, hogy induljon, a United Launch Alliance Vulcan rakétája, ami pont az Atlas és a Delta rakétákat fogja leváltani. Aztán, hát ez egy korszak vége lesz. Akkor ezt tényleg le lesznek váltva, majd szépen lassan ki lesznek vezetve. Igen. És aztán a Blue Origin New Glenn rakétájának is még elvileg az év vége előtt kellene indulnia. Na ez erre különösen érdekel a véleményed, hogy erre te milyen esélyt adsz? Azért a Blue Originék úgy tűnnek, hogy annyira mostanában nincsenek a helyzet magaslatán. Hát én nagyon kis esélyt adok annak, hogy ez éven elindul. Én úgy látom, hogy ezek a New Glenn motorjai, a BE4, azzal is voltak problémák, úgyhogy meglátjuk, hogy a Vulcan is azokat fogja használni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez sikerül. Ez nagyon érdekes. Tehát lényegében ezeket a BE4-eket, ezeket a New Origin fejleszti? A Blue Origin fejleszti őket, igen. Igen, és akkor tehát ők szállítják a ULA-nek, csak hogy igen. Értsük tisztán, a ULA-nek az Atlaszokat és Deltákat leváltó nagy igás lónak, a Vulcannak a hajtóműveit. Hát jó, oké, tehát akkor elég sok múlik akkor ezek szerint a Jeff Bezosnak a cégén. Na és ezután jön a két legérdekesebb rakéta, legnagyobb rakéta, ami ez éven fog indulni, és ez az SLS, amely végre március-április határán indíthatná az Artemis 1-es missziót, amely egy most még űrhajó sokat nem szállító Orion űrhajó hold körüli kipróbálásáról fog szólni, úgyhogy az Orion körberepülje a Holdat, visszatér és leszáll a Földön, és ezen kívül ez az Orion még 10 CubeSatot is hold körüli pályára fog állítani. És egyébként ne felejtsük el, hogy amint nyáron volt is róla szó, többek közt magyar részvétellel is zajlik a repülés, mert az Orion belsejében ott lesznek a energetikai kutatóközpont által kifejlesztett sugárdózismérő kísérletekhez is hozzájárulnak, ugye itt Hírn Attiláék. Úgyhogy itt lesz valami némi magyar részvétel, és ahogy már akkor most már megelőlegeztük, ugye, hogy ennek az Orionnak a fele lényegében a service module, ami a maga a kiszolgáló egység, ami például a rakétahajtó, meg a napelemek, meg ilyesmik vannak, az ugye európai fejlesztés, és a korábbi európai szállító teherűrhajónak a hasonló moduljának a továbbfejlesztett változata. Tehát egy meglepően fontos része ennek a, hogy hívják ennek a nagy amerikai emberes hold programnak, meglepően kruciális és megkerülhetetlen fontosságú része egy európai fejlesztés, ami meglepő szerintem, hogy pont a service module kifejlesztését az ESA kapta meg. Úgyhogy ezek szerint itt nagy a bizalom. És az Artemis 2-nél pedig az amerikaiakkal egy kanadai űrhajós fogja megkerülni elsőnek. Igen, de a kanadaiak miért vannak mindig ilyen jó helyen? Tehát ők ugye kitűnő robotkarokat építenek, meg ilyesmi, azt tudjuk, de a kanadaiak hogy vannak ilyen jó helyen? Ők mit adnak hozzá egyébként az Artemishez? Na jó, de az Artemis 2-n lesz robotkar. Nyilván nem. De a Gateway-en lesz robotkar. Na, hát jó van, persze. Na, de még meg kell, hogy említsük a Starship-et, hát mert ha hiszünk Elon Musk-nak, akkor ugyan az az idő körül, így március-április környékén föld körüli repülést hajthatna végre a Starship, először Boca Chica-ból. A Starship még mindig FAA engedélyre vár, és ez az engedély február végére várható. Egy ilyen environmental assessment. Ez az FAA, ez úgy látom, hogy itt mindenkivel szívózik, tehát emlegetted, hogy a ti műholdatok is mennyit csúszott az FAA miatt, és akkor ezek szerint az Elon Muskéknak is meggyűlik velük a bajuk. Itt tulajdonképpen az van, hogy mi ez az environmental assessment, az, hogy azt nézik, hogy mennyire okoz veszélyt az, hogyha felrobban a rakéta, hova szóródnak a darabjai, vagy igen, az, hogy... Ez is hogy a környezetre is, hogy milyen hatással. Tehát, hogy maga a hajtóanyag, amit kibocsájt, meg ilyesmi, annak meg, meg az, hogy milyen gyakran fognak indulni rakéták, aha. Meg ezt mind az FAA-nek
embereknek jóvá kell hagynia, és az emberek is küldhetnek kommenteket az FAA-nek. Tehát a texasi ott lakó emberek is írhatnak, meg az amerikai nyilvános. A környező Boca Chica Village-nek a lakosainak az Elon Muskék részvényeket ajánlottak föl, hogy ők részvényesei legyenek a SpaceX-nek, tehát tulajdonképpen társtulajdonosok, ha már az ő kertjük végéből mennek föl a rakéták. Hát ezt nem tudom, de felvásárolták a Boca Chica Village lakóitól a házakat. Ja, akkor lehet, hogy csak erre emlékszem. Jó, lehet, hogy így volt, hogy tulajdonképpen megvették az egész falut, hogy ne legyen baj. Igen, de egyébként azt is mondta Elon Musk, hogy a jövőben azt tervezik, hogy majd ezek a Starship-ek is majd a Kennedy űrközpontból fognak indulni. Igen, sőt, már elkezdett az építkezés a 39A-n, tehát a 39A nem csak a Falcon 9 és a Falcon Heavy fog indulni, de egy kicsit ott oldalt épül egy indító állás a Starship-re. És most nemrég elkezdték készíteni azt, nem messze attól a helytől, ahol eredetileg a 39C épült volna, ott két indítóállást is fognak építeni a Starship-nek. Na, hát akkor jó, lesz itt forgalom. Jó, tehát Elon Musk az ugye komolyan gondolja a dolgot, de ugye az egy kicsit félelmetes volt, amit az elmúlt év végén írt egy ilyen köri e-mailt a dolgozóinak, hogy hát nagyon össze kell kapni magukat, és 1000%-os energia bedobással dolgozni, mert egyébként elképzelhető, bár nem túl valószínű, hogy csődbe megy a cég, hogyha nem tudnak legyártani évente, és akkor bemondott valami irdatlan mennyiségű darab Raptor rakétahajtóművet, amin egyébként ez az egész Starship Project ez részben ezen múlik, mert ugye rengeteg hajtóművet kell beépíteni, és... Igen. És a Starlink projekt múlik ezen, mert Elon Musk végül a Starlink műholdakat pont a Starship-pel akarja majd felvinni, és én úgy látom, hogy ő arra készül, hogy Starship tesztelését és a Starlinkek felvivését összeköti. Tehát az első Starship-ek, azok még nem fognak tudni visszajönni úgy, hogy újra felmehessenek, úgyhogy ő szériába fogja ezeket gyártani, és mindegyik Starship közelebb és közelebb fog ahhoz kerülni, hogy egy ilyen sokszor felhasználható rendszer legyen, viszont az összes tesztrepülésnél fel fognak vinni Starlink műholdakat. És így fognak tudni felvinni több tízezer Starlinket, mint amit Elon Musk tervez. Jó, hát reméljük, hogy nem is tudom, mit reméljünk itt Starlink ügyben, azért nem tudom. Ugye ez hálás vita téma, ugye csillagászokként nyilván nem szeretitek ezeket annyira, de közben meg hát. Például, hogy volt ez a vulkánkitörés, ugye, ami gyakorlatilag elérhetetlenné tette ezt a Szigetországot, Tongát, igen. Itt ugye persze egy olyan lehetőség lett volna, amikor tényleg értelme volna a link rendszert használni, mert hogy például interneten nem lehetett elérni a szigetet, mert ugye az internetkábel, ami összekötötte ezt a katasztrófa sújtotta országot a világ többi részével, az pont megsérült a vulkánkitörés következtében, és például ez egy olyan lehetőség lett volna, ahol tényleg azt mond mindenki, hogy na, oké, hát ha valamikor lenne értelme például a Starlink használatának, hogy mit műholdak tízezrein keresztül internetezgessünk, akkor az pont ez az eset lett volna. Jó, hát most meg nincs kiépítve a hálózat azért, de azért már tesztüzem az zajlik, igaz? Tehát már én már látok embereket Starlink tányérokkal, nagy ritkán itt ott. Tehát már lehet igazából az űrön keresztül internetezgetni, csak nyilván még csak a tizede van fönt, vagy nem tudom, hanyad része annak a műhold mennyiségnek, amiket itt vizionáltak. Ami tényleg körülbelül ilyen... 2000 műhold van fent. Igen. De ilyen tízezres nagyságrendről szólt a terv eredetileg. Igen. Tehát az is első... több fokozatban. Igen. Az első fázis körülbelül 4000 igen. lesz. Na, hát akkor igen. És akkor az elvileg már tudná biztosítani azt, hogy itt ne szaggasson az internet, hogyha van egy Starlink tányérom. Na jó, oké, meglátjuk. Minden esetre én az egész koncepciót még mindig nem értem, de biztos azért, mert egy 20. századi ősmaradvány vagyok, tehát hogy nekem
Én még mindig nem látom, hogy ez hogy fog iszonyatos mennyiségű profitot termelni a Starlink, de mindegy, hát ez ne legyen az én problémám, ez legyen az Elon Musk problémája, csak csődbe ne menjen, mielőtt megépíti ezeket a jó dolgokat, de nem fog, azért ugye nem fenyeget annyira talán ez a veszély még. Na, még az utolsó ilyen rakétás hír, a Falcon Heavy visszatérése, nagy visszatérése, mivel hogy 5 Falcon Heavy start is készül 2022-ben. Azt a mindenit. Hát összesen volt kb. Ennyi, nem? Tehát, hogy... Összesen eddig 3 volt. 3, ja. Igen. Akkor még kevesebb. Úgyhogy ez a 3 start, az úgy látszik, hogy bebizonyította, hogy ez a rendszer működik, és jöttek a megrendelések, és azok a megrendelések pont 2022-ben fognak startra változni. És ezek között várható a Psziché aszteroidához egy NASA műhold startja nyáron, úgyhogy egy ilyen tudományos műhold fog Falcon Heavy-n indulni. Oké, tehát akkor rakétából itt aztán sok minden lesz. 2022-es évnek a következő nagy témája a holdkutatás lesz, ugyanis nagyon sok misszió készül a holdhoz. Már említettük, hogy az SLS rakéta Artemis 1-es misszióján 10 CubeSat fog a holdhoz repülni, ezen kívül az Electron rakéta, ami egy ilyen relatíve kis rakéta, ami Új-Zélandról szokott indulni, fölvisz egy NASA CubeSatot, amit Capstone-nak hívnak, egy olyan pályára, amely a Gateway űrállomás pályája lesz, és ott fog méréseket végezni arról, hogy milyen úgymond az űridőjárás a Gateway pályáján. Tehát ez lesz a következő holdmisszió. És aztán még itt rengeteg más holdmissziót is lehet látni. A holdhoz készül ez éven Dél-Korea is. Dél-Korea első holdszondáját úgy fogják hívni, hogy KPLO, és ez a hold körüli pályáról fogja kutatni a holdat. Japán is készül a holdra egy Slim nevű landerrel, és az amerikaiak pedig amerikai privát cégek készítenek hold leszálló eszközöket, amelyeket tulajdonképpen a NASA vásárolt meg, úgyhogy a NASA kutató berendezéseket tesz ezekre a leszálló eszközökre. 2 ilyen cég, az egyik az Astrobotic, a másik az Intuitive Machines, és az Astrobotic-nek van a Peregrine leszálló egysége, tehát ez készül a holdra, és az Intuitive Machines-nek pedig van a Nova C leszálló egysége. A Nova C kétszer is fog repülni 2022-ben, először a Mercurium környékén fog leszállni, a következő, az IM-2 misszió pedig a déli sarkon, a Shackleton kráternél fog leszállni, ez nagyon-nagyon érdekes lesz. No, hát akkor ez nagyon jó, ugye a Shackleton kráter az, ami például az egyik olyan nagy hely, ahol elképzelhető, hogy vagyis illetve tudható, hogy a belsejében van egy csomó vízjég. Igen. Igaz? Mert ott a Shackleton kráter egyike azoknak, amikben sose sült be a nap. Ugye azok, akik nézték a For All Mankind című sorozatot, azok is tudják már, hogy az alternatív történelemben ott épült az amerikai holdbázis a 70-es években, meg a szovjet is természetesen, egymástól egy kőhajításnyira, és ugye nyilván a valódi holdbázis is majd valaha ott fog épülni. Ez nagyon jó. És egyébként a hold déli pólusára készülnek az oroszok is idén. Igen, Oroszország 46 év után készül visszatérni a holdra a Luna 25 misszióval, amely júliusban kellene, hogy induljon. Egy Soyuz 2-1B fregat felső fokozatú rakétával, és az meg a Boguslavski kráternél fog leszállni. Azt a mindenit. De az is ott van a déli pólusnál, igaz? Vagyis annak igen, a közelében. Igen. Igen. És egyébként ez lényegében akkor egy kisebb űrszonda, mint amikkel mondjuk legutóbb 45 évvel láttuk a Szovjetuniót próbálkozni sikerrel, ugye azok, mert azok olyan nagyok, azok ugye mintahozó űrszonda volt a legutolsó, a Luna 24 igen. 1976-ból, és ahhoz még egy nagy proton hordozó rakéta kellett, de most ez ugye egy kisebb rakéta, ami egyébként nem is Bajkonurból fog indulni, képzeld el, hanem azt olvasom, hogy ez Vasztocsny, az új távol-keleti indító helyéről az Oroszországnak, ami ugye
végül is annak a jegyében fejlesztődik már évek, sőt, hát mondhatni, hogy évtizede már annak jegyében fejlesztődik, hogy majd valaha az orosz űripar az teljesen függetlenedni tudjon a Kazahsztántól, ugye, ahonnan a Bajkonurból ugye a bérelt starthelyről zajlik mostanában a startoknak a túlnyomó többsége, de majd ezt hivatott kiváltani ez a Vosztocsni indítóhely. Na, mennyi esélyt adsz arra, hogy a Luna 25 tényleg elindul? Én szerintem ez éven már tényleg elindul. Ó, nagyon jó. Luna is továbbá. Elég sokszor áttervezték, tehát én még láttam olyan tervét a Luna 25-nek, hogy penetrátorok is lettek volna rajta, vagyis talajba fúródó, becsapódó egységek. Most ez esetben viszont egy klasszikus leszálló egységről van szó, aminek 4 lába van, és szépen le fog szállni a Holdra, ha jól látom. Hát ez nagyon izgalmas. Tehát elvileg akkor végre leszálló egységek lesznek a Hold déli pólusán. De azt mondtad, hogy még ezeken kívül is rengeteg ilyen potyautas küldetés megy a Holdhoz. Hát nem is potyautas, még India készíti a Chandrayaan 3-at, ennek most nem lesz orbiterje, csak lander és rover. Mint a Chandrayaan 2-nek volt a leszálló egysége? Igen. Ezt próbálják most újra tervezni. Igen, ők már megkíséreltek egy leszállást a déli sark közelében, holdi déli sark közelében néhány éve, de sajnos az kudarcba fulladt. Igen, az a Chandrayaan 2 volt, annak volt egy orbiter egysége és egy leszálló egysége, és a orbiter nagyon szépen működik, a lander, a leszálló egység sajnos akkor belecsapódott a Holdba. Most csak pont erre a leszálló egységre koncentrálnak, és remélik, hogy most ez sikerülni fog. No, és ezt az egész elbeszélést, vagy ezeket a tervezett missziókat Japán Hakuto Air zárja, az iSpace cégtől, úgyhogy ez nem a japán űrügynökség missziója, hanem egy japán cég missziója, és ezen fog utazni a Rashid rover, amit az Arab Emirátusok építettek. Tehát az Arab Emirátusok, ami ugye az elmúlt évben a Marsot is meghódította, úgymond, hogy Mars körüli pályára elítottak egy műholdat, idén már a Holdra juttatnak egy autót. És érdekes, hogy ezt is a japánokkal együtt. Mert ugye a Mars szondájukat is japán hordozó rakéta indította. Igen. Tehát úgy látszik, virágzik az Emirátusok és a japán közti űr együttműködés. Na, hát ez nagyon jó. Hát akkor a naprendszer kutatásban sem fogunk unatkozni, vagyis, sőt, ez meg csak a Hold, de amúgy a naprendszer kutatásban sem. És ha már hát az oroszok szóba kerültek, akkor ugye, hát nyilván remegve várjuk azt, hogy az ExoMars leszálló egység az elinduljon a Marsra. Igen, szeptemberben készül egy Proton M rakétastár az ExoMars 2022 misszióval, amely egy leszálló egységből, amit Kozácseknek hívnak, és egy európai roverből, amit Rosalind Franklinnek hívnak, fog állni. Igen, ugye ez már az előző indítási ablakba elment volna, csak akkor végül valami ejtőernyő tesztek nem voltak valami meggyőzőek, és úgy döntöttek, hogy halasztanak, és ugye a Marsra 2 évente lehet indítani megfelelő pályán űrszondát, úgyhogy ez egyben azt jelentette, hogy ha a 2020-as startablakot lekésték, akkor 2022-ben, vagyis idén nyílik ki legközelebb. Na most ugye itt nyilván azért izgulunk rettenetesen, mert az európai űripar tényleg már évtizedek óta fejleszti ezt az ExoMarsot. Amerikaiak szállították volna Marsra, de aztán ők kihátráltak ebből, és akkor az európaiak összebútoroztak az oroszokkal, akikről meg viszont azt kell tudni, hogy elég sok próbálkozásuk ellenére valójában soha nem sikerült egy sikeres leszállást végrehajtaniuk a Mars felszínére. Úgyhogy az űrszonda 20 másodpercnél tovább működött volna a felszínen. Szóval azért itt ez izgalmas. Tehát, hogy a szovjet marskutatás több mint 50 éves, sőt, hát igen, több mint 50 éves történetéből, a szovjet marsra szállási kísérletek több mint 50 éves történetéből konkrétan nulla olyan leszállást tudunk felmutatni, ami úgy igazán sikeres volt. Ami hát reméljük, hogy megtörik az átok, hát hogy mondjuk ezt. Igen, és ez egy nagyon izgalmas misszió lesz, ha sikerül. Az Oxia Planum helyen fog leszállni a Marson, és ez a rover képes lesz 2 méter mélységre lefúrni, és a fő célja az élet keresése.
És a két méter az azért fontos, mert ebben a mélységben már az a réteg már kivédi a kozmikus sugárzás hatásait. Tehát ha valahol jelenleg van élet a Marson, akkor az 2 méternél lejjebb kell, hogy legyen. Na most igen, úgy valóban életkereső küldetés, ugye a neve is ugye erre utal, mert ez a Rosalind Franklin, ezt nem mondtuk, ugye, hogy ő egyébként a DNS kettős hélix szerkezetének a társ felfedezője. Csak hát lévén nő, ezért nem került rá, vagy hát nem tudom, ez elég csúnya történet, de nem került rá végül arra a cikkre, amit Watson és Crick írtak ugye a DNS spirálról. És aztán később ugye hamar elhunyt szegény, úgyhogy amikor a Nobel-díjat átadták a DNS kettős hélixért, akkor már csak azért se jöhetett volna szóba díjazottként, mert már nem élt. Nagyon menő lenne, ha róla elnevezett európai marsjáró fedezni fel az életet. Kellene itt említeni a Starliner. Ja, tényleg. Igen, hogy tudnélik, hogy a Boeing, hát az mondjuk egy elég nagy szerencsétlenkedés sorozat, amit bemutatott a Boeing Starliner. Nem is tudom, hol érdemes ezt elkezdeni. Talán ott, hogy mi történt ezzel az űreszközzel, mondjuk az első tesztrepülésén talán kezdjük ott ezt az elég hosszúra nyúló sztorit. Itt valami olyasmi történt, hogy a Boeing Starliner volt az egyik űreszköz, amit kiválasztott a NASA a Commercial Crew Programbe a SpaceX-féle Dragon 2-vel együtt, hogy legénységeket szállítsanak az űrállomásra, és volt is egy ember nélküli tesztrepülés néhány évvel ezelőtt, amikor viszont egy számítógépes hiba miatt, bár az űrhajó fölment a föld körüli pályára, és aztán néhány nap után sikeresen vissza is jött, de a fő programpontot, miszerint össze kellett volna kapcsolódni az űrállomásra, azt nem sikerült végrehajtani, mert egy programhiba volt. Úgyhogy ezért aztán úgy döntöttek, hogy meg kell ismételni ezt a küldetést, ezt az ember nélküli tesztküldetést, amiben összekapcsolódnak az űrállomása, és ezt 2021 nyaránra tűzték végül ki, és ott is volt az indítóálláson a Boeing Starliner az Atlas 5 rakéta tetején, ám de valami problémát fedeztek föl, az egyik indítás halasztásakor, ugye napról napra halasztották, részben az időjárás miatt, ugye erre elég emlékszem, mert ugye ez volt az egyik olyan start, ami akkor volt Floridából, amikor ott voltunk, és akkor így voltak ilyen remények, hogy esetleg ezt így látni fogjuk, főleg ha éjszakai a start, hogy ezt lehet, hogy majd látni fogjuk az égen, ahogy ez megy föl. Tehát nem így kellett történnie, mert hát valami korróziót fedeztek föl a halasztás. Valami szelepekkel volt ott gond. Igen, a hajtó, a kis thrusterek, vagy manőverező hajtóművek szelepeinél valamit felfedeztek, hogy valami nem nincs meg, és akkor végül keresték a hibát, de nem jöttek rá, hogy keletkezett, akkor végül hoztak egy olyan döntést, hogy ezt az egész egységet, ezt az egész műszaki egységet, ugye ez is végül is egy Apollo-szerű űrhajó, tehát eléggé úgy is néz ki. Tehát van egy ilyen csonkakúp alakú kabin, amihez tartozik egy henger alakú műszaki egység. Na, ezt az egész henger alakú műszaki egységet ezt kicserélik végül egy másikra, mert nem tudták megjavítani ezt a dolgot, amit felfedeztek, és nem értették meg, hogy mi maga a probléma, úgyhogy azt tűnt a helyes döntésnek, hogy kicserélik ezt az egységet, és a következő repülésre tervezett service modult rakják hozzá ehhez az űrhajóhoz. És hát jelenleg itt tart ez a Boeing-féle hát szerencsétlenkedési folyamat, és akkor az állítás, hogy ez viszont idén végre megint megpróbálják, hogy fölmenjen ember nélkül, vagy akár az első emberes repülésre is sor kerülhet? Hát először, hát lehet. Az még nincs pontos időpont az OFT-2 misszióra, de biztosan ez éven fog megtörténni, és nem kizárt, hogy 2022 év vége előtt még emberrel is repülhetne a Starliner. Jó, hát ez szép. És hogyha már emberes űrhajó kipróbálása, akkor egyébként még az sem egy elhanyagolható szempont, hogy elvileg még az is elképzelhető, hogy idén megtörténik, hogy India a Gaganyaan nevű emberszállító űrhajóját ember nélkül kipróbálja. Ugye szintén ez is elvileg be van ütemezve 2022 végéig.
Na jó, oké, még valamit, egy pillanatnyi dolgot még, hogy azért az már fönt van az űrben, de még szerintem én azt kifejezetten nagyon várom, hogy szeptemberben megkísérel a NASA eltéríteni egy kis bolygót. Ugye itt van ez a DART nevű űrszonda, ami nem is olyan rég indult, novemberben indult a SpaceX-nek az egyik Falcon 9-es rakétájával, ami a NASA-nak az egyik kisebb ilyen űrszonda küldetése, de azzal a nagyon ambiciózus céllal indul meg, hogy kipróbálja azt, hogy el tudunk-e téríteni egy kis bolygót, mert ez potenciálisan egy életmentő akció lehet, és akkor ezt fogja kipróbálni. Konkrétan egy kettős kisbolygóhoz mennek, a Didymos nevű kisbolygóhoz, aminek van egy holdacskája, amit Dimorphosnak hívnak, szép, szép görög nevük van, és akkor 2022. szeptemberében oda fog érni, és akkor elkezdi kipróbálgatni ezeket az aszteroida eltérítő technikákat. Név szerint ugye bele irányítanak egy ilyen kinetic impactor nevű valamit, tehát lényegében meglökik ezt a kisbolygót, és megnézik, hogy hogyan térül el a pályája. Ez egy érdekes kísérlet szerintem, és ez már tudja, hogy nem fog halasztódni, mert ez már úton van. Tehát innentől már Newton atyánk garantálja, hogy ez 2022. szeptemberében oda is ér. Na, ami még szintén fontos események, amik várhatóak ez éven, a kínai űrállomás. Eddig a kínai űrállomás nem volt állandóan lakott, viszont ettől az évtől kezdve az is állandóan lakott űrállomás lesz, ugyanúgy, mint a nemzetközi űrállomás. Sőt, ez éven még két új tudományos egység és modul fog hozzácsatlakozni. A Wentian és a Mengtian májusban és augusztusban, és ezek után már egy állandóan lakott űrállomássá fog válni a kínai űrállomás is. Tehát ez azért egy elég nagy dolognak számít. És hát az űrturizmus 2022-ben nagyban fog zajlani. Már nem sokára várhatjuk a AX-1-es missziót, ami egy Crew Dragon misszió lesz, amit Michael López Alegria fog vezetni, egy volt NASA űrhajós, ez lesz azt hiszem a 5. vagy 6. missziója, és vele 3 dúsgazdag investor fog a nemzetközi űrállomásra repülni, az amerikai Larry Connor, kanadai Mark Petty és izraeli Eitan Stibe, és ezek a dúsgazdag investorok mind azt állítják még magukról, hogy filantropisták is, és még az év vége előtt várható egy AX-2 misszió, amit szintén egy volt NASA űrhajós Peggy Whitson fog vezetni. Még nem tudjuk, hogy kik lesznek az űrturisták. De lehet, hogy ott lesz maga Tom Cruise? Nem, valószínűleg nem. Tom Cruise repülését valami elhalasztotta. Na, hát ez nagyon izgalmas. Jó, hát ezekre majd mind-mind visszatérünk, ha oda jutunk az év folyamán, de hát az mindenképp látható ennyiből is, hogy azért lesz miről beszélni 2022-ben is. Nagyon köszönöm, Norbi, ezt a remek összefoglalót, és hát akkor ennek szellemében várakozunk majd 2022 űreseményeire. Köszönöm szépen a bejelentkezést, szia! Szia! No, igen, szóval tehát Werner Norbival megbeszéltük a 2022-es űreseményeket. Ezt hallhattátok, ez felvételről volt. Most bekapcsolom a telefonvonalakat, hogyha van valakinek hozzászólni valója az adás utolsó 10 percében. Hát eddig tartott ugye a felvétel lejátszása. Egyébként a Tilos Rádió adás telefonszáma a szokásos pesti előhívó szám utáni 215-37-73. Még annyit hagyd meséljek el, hogyha már így itt maradtam még 10 perccel Werner Norbi kijelentkezését követően, hogy igazából a szokolébresztő űrbéli jelenléte is igyekszik majd valamelyest terebélyesedni. Ugye ezt tudjuk jól, hogy a GRB Alfa, az egyik állandó szakértőnk, Pál Andris, két keze által összeszerelt műholdacska, az vígan kering odafönt. Egyébként ráadásul Pál Andris azt mondta, hogy most bizony fejleszt egységeket egy másik kis műholdra is, majd alkalomattán meghívjuk, hogy erről is beszéljen. Hát múltkor éppen kávéztunk, és akkor elővett a zsebéből egy ilyen pici kis darabot, és letett elém, és azt mondta, hogy ezt most forrasztotta össze, és bizony ez egy űrbe menő alkatrész. Ugye hallottuk, hogy Werner Norbiék
amiben szintén persze benne van Pál Andrés, tehát az ugyanilyen gamma felvillanások, amiről a szokorébresztő hallgatók már nagyon jól tudják, hogy micsoda, tehát a rejtes kozmikus gamma felvillanások utáni kutatás jegyében ment föl azaz a magyar, vagyis hát a hát hogy mondjam csak, tehát a Werner Norbi és Pál Andrés és barátai által fejlesztett detektorok erre a Vzluszat 2-re is, amiről, amint hallattuk, ugye szerdán fog majd önálló életre kelni a műhold, addig nem is lehet tudni, hogy egyáltalán jól van-e, tehát ez nagyon izgi. Ez a furcsa halk hang, ez a telefon. Föl is veszem. Halló? Itt a szokolébresztő. Antennás vagyok, nagy rajongója műsorodnak. Szeretem az űrrel kapcsolatos dolgokat, és már régen szerettem volna valamit mondani, ami most kivételesen nem lenne off-topic, mert legtöbbször nem oda való lett volna. A holddal kapcsolatban, illetve a holdutazással kapcsolatban régebben volt egy műsorod még tavaly, de azt hiszem többször is szóba került, hogy volt egy amerikai orvos, nem tudom, talán repülőorvos. A Michael Delp, igen. Igen, aki igen. Kimutatni vélte, hogy van a lenövezeteken átrepülő űrhajósok, nál később fokozott arányban fordultak elő szívbetegségek, tehát még nem is a rák, amire gondolnánk, hanem igen, igen, ez volt az érdekes. Igen. Nem akarok vele vitába szállni, csak én utána néztem, mert tényleg nagyon érdekes ez, és én azt néztem ki a űrhajósok életrajzából, amit itt ki is jegyzeteltem, hogy nagyon szép életkorokat éltek meg. Így van, így van, tehát ez nem a korai halálról szól. Igen. Igen, egyébként ugye ezzel az emberrel, Michael Delpel, amikor Amerikában voltam, nyáron beszélgettem egy adást, ez a Szokolébresztő 114. adása. Igen, nyáron volt. Igen, igen. De ezt nem neked mondom, csak a többieknek. Hogy igen. Csak elhadan egy pár számot, hogy mindenki érezze. Nem a betűrendel van, de például Armstrong 82 éves korában halt meg. Igen. Aldrin 91 volt, de már egy év azatos. 92, most ünnepelt a szülinapját a hétvégén. Igen. Aztán vannak ilyen számok, hogy 69, 86, 74, 85, 85. Nem mondom végig, mert mindenki szép kort ért. Igen, tehát így van. Hát majdnem mindenki. Ezért a Jim Irwin szívbetegségben ugye meghalt. Igen, visszadják fiatal. Hogy neki előtte is már kimutatták, persze, hogy valami. Persze, így van. Nem? Tehát önneki konkrétan a Holdon volt egy szívrohama például. Nem, igen. Ő 61 éves korában. Igen, igen. Ron Evans, 16. Igen, ő is elég fiatal. Jack Swigert egyébként az Apollo 13-ról, ugye szintén elég fiatalon meghalt. Ne, ő valami rákban, de azt nem tudom mi. Tehát még egyszer ugye az állítás az nem az volt, hogy hamar halnak, mert ezek pont a nagyon elhúzódó krónikus betegségek, hanem azt vette észre a barátunk, a Michael Delp, amint el is mondta, hogy érdekes, hogy a halálozási okok között nagyobb arányban szerepelnek a kontrollcsoportnál, ugye szív- és érrendszeri megbetegedések. Igen, bár igen. Én ezzel is vitáznék, mert tulajdonképpen időskor, vagy 50 fölött mindenkinek lehet szívbetegség. Így van. Két meggyakoribb halálok a rák, igen. Általában is. Persze, és ennek ugye ismertek az arányai, hogy egy adott korszakban született amerikai, ugye hol hallhattuk az adásban, hogy elmondta, hogy ezt ő egyrészt az amerikai kontroll lakossággal összevetette, másrészt ugye olyan űrhajósokkal is, akik velük együtt voltak űrhajósok, de nem jutottak a Holdra, tehát még a Föld körül is keringte, és akkor megnézte, hogy nehogy az legyen, hogy nagyon nagy életmód különbségek, mit tudom én, hát az űrhajósok azért mégsem egy átlag amerikai, tehát nyilván módszertani hiba lenne a holdi űrhajósokat az átlag amerikai férfi populációval összevetni a halálokokat tekintve, ezért aztán ő nagyon sokat foglalkozott azon, hogy mi lehet a megfelelő kontrollcsoport, és akkor rájött, hogy azok az űrhajósok, akiket vagy kiválasztottak, és velük együtt tréningeztek, de sose repültek föl, vagy fölrepültek, de nem jutottak el a holdig, hanem csak alacsony földkörüli pályán repültek, és akkor ebből hozta ki a szignifikáns eredményét, de viszont hozzáteendő, hogy egyrészt persze ez egy nagyon vitatott eredmény, ahogy mondod, ez teljesen igaz, másrészt ugye azóta eltelt ugye 5 év, mióta ez megjelent, és ezt mondtam is neki, tehát és ugye 24 emberről beszélünk, akik ugye alacsony földkörüli pályánál messzebb jutottak, és ebből 10 még élnek, ami azt jelenti, hogy hát most nyilván kívánjuk azt, hogy minél később legyen egy még nagyobb mintánk. Még az is érdekes, hogy a hárman ezekből a 20-valahányból, Young, Sternen és Lowell kétszer is. Így van. Így van. Most ebből már csak a Lowell él, de most így hirtelen meg nem mondom, hogy a John Young meg a Gene Cernan miben halt meg, mert mind a ketten egyébként szerintem az említett cikk publikálása után hunytak el. Tehát lehet, hogy a John Young az...
Az, igen, az szerintem, igen, igen, a Johnny, pontosan, tehát ez a két ember, aki a három kétszer holdutasból kettő, az például mind azután hunyt el, hogy ez a 2015-től, 2016-ban megjelent, de 15-ben végzett kutatás megtörtént. Egy kicsit morbidan fogalmazva, majdnem, hogy egészséges kétszer átrepülni a vonalenőrtől. Még annyit, hogy ez azért is aktuálisá válik, mert ha most ennyi holdutazás, vagy legalábbis néhány holdutazást terveznek, akkor ugyanez a téma. Igen. Abszolút. Nem változott az. Pontosan. Hát ha csak nem, ami még változott, ami nem biztos, hogy nekünk segít, ugye az a naptevékenység, mert megnézzük, hogy a napnak van egy 11 éves ciklus abban, hogy mennyi kakaó jön a napból, és nyilván nagyobb a kozmikus sugárzás, amikor a nap aktív, és ha megnézzük, viszonylag, teljesen véletlenül egyébként, tehát nyilván a Kennedyt ez nem érdekelte, amikor azt mondta, hogy az évtized végéig küldjenek embert a Holdra, de relatíve egy nyugodt naptevékenységi időszakban zajlott le az összes Apollo holdrepülés, tehát az 1968 és 72 közt időszakban. Azt mondhatjuk, ha jól láttam múltkor, amikor ránéztem a naptevékenységnek az adatsorára, hogy akkor pont nem működött teljes kakaóval, ugye? Tehát ennél nagyobb mértékű kozmikus sugárzás is lehet például igen. most, vagy 10 év múlva. Még lenne tiszteletbeli javaslatom a műsorokra, mármint az, hogy mit vegyél föl témának. Na, köszönöm, hát, nagyon. Hát ezzel kapcsolatos az egyik, hogy ezt jobban meg lehet diszkutálni, ezt az ügyet a vonalenővel, ugyanis nem triviális, a Hold Hoax témáknak egyik pontja az, hogy nem érhették volna túl ezt a sugárzást. Most ez vitatott, mert valóban van ott erős is, de hát gyorsan átrepülnek. Gyorsan, de nem is nem a kellős közepén, tehát a egyenlítői részen, hanem egy szép ívben a sarkvidéken valahányadik 70. foknál levő résen, nem résen, hanem ahol elvékonyodik. Igen. És ott valami ezerszer kisebb a sugárzás ahhoz képest, mint a közepében. Az egy nagy számkülönbség. Igen, igen, és ez tényleg egy nagyon indokolt téma. És egyébként... Hát, meg valakit megkérdezni, van róla egy weblap is, ahol ezt elemzik, érdekes módon nem amerikai, hanem német, hogy ábrákon bemutatja, hogy milyen okból lehet megtalálni azt a helyet. A földtengely ferdessége, a mágneses pólus nem északi sarokkal egybeeső volt amiatt, és egyébként úgy is választották meg, amennyire lehetett. Ezzel függetlenül éreztek a űrmajzat, mértek az űrhajós sugárzást, persze, sőt a szemükben ilyen felvillanásokat láttak, ugye ezt megemlítik, ami valószínűleg Cserenkó sugárzás. Így van, volt. Pontosan az, így van. És ezt egyébként... érvényes a Mars felé is. Abszolút, igen. És egyébként szerintem az egyetlen értelme annak, hogy például létrehozzák ezt a számomra kicsit rejtélyes, hogy ez a gateway, amit a Norbi is emlegetett, ez a hold körüli pályára telepítendő űrállomás, hogy ennek mi az értelme? Tehát ugye van, terveznek egy holdbázist, igen, mondjuk, igen. A déli sarkra, meg ott kutakodni, meg minden. Erről a Robert Zubrinnak van egy epés előadása valahol. Aha. Videón vagy YouTube-ban rajta van. Nagyon rossz véleménye van róla, azért, mert ilyen pénztemetőnek. Igen, igen, hát az Zubrinnal egyébként nagyon sok mindenbe egyet lehet érteni, ugye, igen. A Case for Mars. Van neki ez a Mars Direct terve, ami nekem a könyv meg is van eredeti nyelven. Nagyon jó. Én azt hajtom régóta antikváriumban, de nem sikerült belefutni. Nem. Csak azt akartam mondani, hogy az Zubrinnal ezek szerint egyetértek alapjában, hogy mi a francért kell a holdkörüli pályára egy űrállomás. De az egyetlen értelmes válasz, amit tudok mondani, az pont ez, hogy ott lehet ilyen, hogy mondjuk néhány hónapig megnézni, hogy a mély űr sugárzási környezete hogyan hat egy emberre. Mert egyébként például, ha a déli sarkon mászkálnak az űrhajósok a Holdon olyan helyekben, ahol még a nap is alig süt be, ott értelemszerűen ugye kevesebb kozmikus sugárzás éri őket. Tehát annak, viszont a Hold körül pályán kerigő űrállomáson mondjuk meg lehet nézni, hogy mi történik egy emberrel, mondjuk amikor két hétig, vagy egy hónapig, vagy két hónapig szépen fokozatosan meg lehet nézni, hogy a mély űr kozmikus sugárzási környezete az hogyan hat rá. Ugye Hír Natilla volt az egyik adásunkban a nyáron, aki az Energiatudományi Kutatóközpontban dolgozik, meg céget is vezet egyébként most már, és ugye az van, hogy ők a dozimetriának a felkent papjait Magyarországon, az űrdozimetriának, és nem véletlen, hogy most is már rögtön benne vannak abban a projektben, hogy most megy föl az Orion, és tele lesz rakva mindenféle sugárdózis érzékelővel. Szóval igen, ez egy nagyon aktuális probléma, és a vonalenőv is nagyon érdekes, igen. Igen, igen. Ismertem azt a társaságot, akik azt csinálták a
Apáti Istán. Bizony, 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 Apáti, Apáti és még mester. Egy utolsó, igen. Ez is távoli műsorter, ugyanaz oroszok lemaradtak a holdversenyben, de attól függetlenül nagyon tiszteletre méltó eredmények vannak. Én meglepődtem, hogy egyáltalán ezek léteztek. Igen. Ez a bizonyos holdraszállás, és nem is egy volt, hanem volt a másik társaság, a Csalomely, amelyik... Így van. Erről is volt ősszokolébresztő, úgyhogy ezért nem tudom, de még régen, úgyhogy én szerintem nem is a mi archívumunkban, ami a tilos.hu, a Parallax is, hanem van egy még a MICE által létrehozott szokolébresztő.blogspot.com, sokolébresztő.blogspot.com, és akkor ott van a szovjet űrprogramról még egy szerintem olyan 4 évvel ezelőtti adássorozat, nagyjából szerintem 2018-as, az N1-et is végigveszünk, meg a Csalomely-félét, meg az ugye az L1 zond, de rendkívül érdekes, igen. És egyébként újra és újra elő kell hozni ezt a témát, viszont az a rossz hírem van, hogy 10:01 van, ami azt jelenti, hogy simán túlléptük a műsoridőt. Nem, nagyon köszönöm én is a rendkívül építő jellegű betelefonálást, és nagyon köszönöm, viszont hát a hallgatóinknak meg köszönöm szépen a figyelmet, ugyanis ez az adás véget ért, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Ez volt a Szokolébresztő. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.